A trombitát fújó katonát ábrázoló szobort alapzatán elhelyezett márványtábla 308 hősi halott nevét őrzi. Utoljára 1994-ben újították fel Martinelli Jenő budapesti szobrászművész alkotását. Az idén Döbrökös község önkormányzata, a Közép-európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány 20. század intézete az első világháborús centenáriumi emlékbizottság megbízásából kiírt pályázatból nyert forrást az emlékműhely realitására. Ma, Advent 4. vasárnapján a várakozás utolsó gyertyáját is megnyugtatjuk. Ma a gyertyák fénye azokért is lobog, a harang azokért is szól, az imád azokért mondjuk, akik a legdrágábbat, az egyszerit, a megismételhetetlen, az életüket áldozták a gyilkos háborúban. A döbrökösi hősi halottak életének lezáró könyvét felnyitva, és megállva néhány fejezeténél, megrendülten állapíthatjuk meg, hogy hány család lett csonka, vagy törzsér teljesen. Dr. Hegedűs János plébános áldotta meg a 2,5 méter magas alkotást. A hősök emlékét őrző hozzátartozók remélik, hogy soha többé nem lesz háború, hogy békében és szeretetben élhetnek, remélik, hogy mindenki okul a múlt veszteségeiből és abból a fájdalomból, amelyet szeretteik elvesztése miatt éreztek. 1923-ban a döbrökközi lakosok adományából állították fel az első világháború emlékére ezt a szobrot, ami 25 éve már egy felújításon átesett, és a feliratok nagyon megkoptak, a szobor bemohásodott, és igazán időszerűvé vált a felújítása. Ez év tavaszán egy pályázati felhívást találtunk, mely az első-második világháborús szobroknak a felújítására adnak összeget, és erre a pályázatra sikeresen nyújtottuk be pályázatunkat, így az összegből Dér Zoltán szobrász elkészítette a szobor restaurálását, új márványtáblák kerültek felhelyezésre, és egy vízlepergető anyaggal vonta be a szobrot. A gyász évtizedek múlva is könnyeket csal azok szemébe, akik hiába várták haza a családtagjukat, barátjukat, szerelmüket. Talán csak az enyhítheti fájdalmukat, hogy ők a legnagyobb áldozatot hozták hazájukért.